A Pannonia Pálinka Kultúra Egyesület tagjai is bírák voltak a kereskedelmi főzdék országos versenyén. A Pálinka Nemzeti Tanácsi már hatodik alkalommal rendezte meg a megmérettetést, melyre első alkalommal hívta meg a hivatásos bírák közé az Egyesület két tagját. Gazdag Attila és Tóth István előbb egy úgynevezett kiválasztó tréningen vett részt, ahol 80 résztvevő között kellett helytálniuk. Mindketten kiválóan teljesítették feladatukat, így az élmezőnyből jutottak be az országos versenybírálói közé. Mondhatom, hogy átlagos és kiemelkedően ritka tételekkel is találkoztunk. Például, mint ami éppen nyert, a, ami az ország legjobb pálinkája lett, ugye a fekete berkenye, ez nem annyira gyakori. A hétköznapi ember számára szerintem majdnem úgy ismeretlen is, hogy miről is van szó. Ezen a pálinkás körökben a szakmai szempontból viszont ugye azért elég sokan ismerjük ezt a, a, gyümölcsöt, és szeretjük is, pláne a belőle készült pálinkát. Én úgy gondolom, hogy nagyon megérdemelte a, 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 ez a termék a legjobb pálinka díját, ö, voltak nagyon jó esélyesek, de hát ugye ez egy ilyen több lépcsős fordulóban, gyakorlatilag a fekete berkenye volt az, amelyikben maradt, és így a, az egész csapat erre szavazott.